Említetted itt az önfejlesztést. Nagyon sok ember, szinte mindenkinek van a tudat alapjában olyan képességek, amivel nem vagyunk tisztában, nem rendelkezünk, de benne van. Ezzel a technikával, technikákkal ezt elő lehet-e hozni, vagy te tudsz ebben segíteni? Nem csak elő lehet hozni, hanem még fejleszteni is lehet. Vagy fejleszteni. Aki nem is tudja, mert a tudatalatban óriási tárház van, hogy mi van még abban, öröklődéstől kezdve sok minden, hogy elő, akkor ezt tulajdonképpen ebben a technikával elő lehet hozni. Igen, de a zsilincsikunk nem ez szerint. Tehát vannak technikák, én is tanultam több technikát is. Például ott voltunk, édesanyám kérdezett ilyen különlegeségek Szimestert, meg Szimest ott volt nálunk, és ő mesélt, ő beszélt, ő különleges képességekkel meg is tanított nekünk különleges képességek fejlesztői gyakorlatot. De hogy is mondjam, hogy tehát nem olyan egyszerű, kicsit ez összetettebb. És hogyha valakinek különleges képessége van, az nem jelenti azt, hogy ő bölcs, és nem jelenti azt, hogy egészséges. Tehát a zsilincsikunk ezért azt szerint szereti tanítani, hogy teremtsd meg a jó alapokat. Például mondok konkrétan példát is mondok, ami talán elterjed. Itt van az alsó tantien, ez az élet tevékenységéért felelős. Itt van a középső tantien, ez az érzelmeinkért, és igazából az egészségük is, mert az érzelmeinkkel van összefüggve van az egészség. Itt van a felső tantien, ezek minden erőközpontok, ami a tudatunkért, a megvilágosodásért felelős. Ez még ennél még összetettebb, különböző. Oké. Például nagyon sok csikung rendszer, nagyon sok minden egészség megőrzőhöz, hogy életerőn, az mind ezzel a területtel gyakorol valamilyen úgy. Ha tudja, ha nem, ezzel gyakorol. Vagy meridiánokkal, de ezzel mindig gyakorol. Sokan nem is tudják, hogy ezzel gyakorolnak, mert a mesterek nem árulják el, miért állították össze úgy. Meg igazából gyakorlók nem is mindig kell tudni. Ha halad előre, halad tartom, vagy megkérdezi, akkor megmondják meg, hogy halad. Vagy rájön saját magától, de kell a vezetés, mert annyi mindent nem tud rájön. Lehet, hogy kettő rájön, de a mester nem lehet mondani neki ötöt. Na most, vannak olyanok, például az a buddhista rendszerekre jellemző, akik a középső tánt ilyennek, például ide, szívre, el a területre meditálnak. Azok mindig az érzelmekkel vannak, meg az érzelmek, meg a földi pokol az érzelmek, meg hogy azt le kell csinálni, és meg kell mozdani, és állandóan ezzel a területtel foglalkoznak. És vannak olyanok, akiknek viszont különleges képessége, megvilágosodás fel az égbe, ezek vallási rendszerek, vannak olyanok, akik kimondott ez a cél, az előbb mondtam, azok pedig a felső tánt ilyennel, a felső energia központ harmadik szemére tartozik, égbe nyitó kapu, bájhúi, stb. Azzal foglalkoznak. És azokat nyitják. Azokat nyitogatják. Ez az alsó tantének kívül, ez mind zűrös terület. És a helyzet az, hogy nem annyira biztonságos, mert az érzelmek is ingoványos, a tudat szintén ingoványos, még ezek összefüggnek. És, na, sokan neki vannak meg, nem, ki lehet mondani. De a zsinaincsikunk az azt szerint tanít, hogy ezt rendszerbe tanítja, és ide építkezünk. Tehát például, hogyha az embernek megnyílik egy különleges képessége, de nem elég erős a tudata, a tudathoz viszont az alsó tantienbe, mert a működésünk közé, életerünk az alsó. Ha valakinek nem elég erős az alsó tantiene, és úgy nyílik meg egy különleges képessége, akkor megőrülhet, meg is halhat. Mondok konkrét példát, ez például a Pambi mester mondta egy előadást, amik Színmesternek fordította. Hogyha vannak sokan, pláne vallási rendszerek, akik mindig az égbe akarnak menni, és itt az égi kapujukat nyitogatják. És amikor ezt megnyitják, akkor ugye közvetlen kapcsolatba kerülnek az égre. És akkor ez nekik nagyon nagy cél, ugye attól függ, milyen hitvilág, tehát fel az Istenek felé, az égbe, vagy a nirvana, vagy megy ki a lelke. Igen, de utána nem sokra meghal. És akkor megy az égbe, és a jelentett tanítványnak, hogy megyek az égbe. Igaz? Hallhatunk ilyet sokat. A zsinaincsikünk azt mondja, hogy hát rendben van, de hát meghalt, hát mit akar?
igazán megy, akkor bármikor vissza is jön, de nem jönnek nagyon sokan vissza. Az, tehát ezért. Viszont a zsilénk csikunk, mondjuk ez már hihetetlen magas szint, tehát zsilénk csikunk megtanítja azt, hogy nem, akkor hagyom, amikor akarsz. De az nem ezzel függ össze. Tehát, hogyha nem megfelelő alapokra épülnek ezek a dolgok, de általában az emberek ez nem jellemző, tehát ez nagyon ritka példa. Tehát ez zsilénk csikunk, úgy például, ahogy már hosszan beszélek már, jó, ezért szintén az ilyen megvilágot különleges képesség, egy napig tudnék róla én is beszélni, hogy hogy csinálni. Jó, tehát a zsilénk csikunk nagyon stabilan építi fel, és az ember utána képes megőrizni a józanságát. Hogy valakinek ennyire elkezd picit nyitni a harmadik szemre, a képesség, és elkezd látni mindent. Hiszen azt is hogy kell kezelni. Hogy kell kezdeni, mi az igaz, mi nem igaz. És ez nem, mert őszintén nem úgy vannak ezek a dolgok, ahogy átlálva tudjuk. Nagyon nem úgy van. Nagyon nagy szerencse, hogy kevés ember nyílnak meg a képességek. Nagyon nagy szerencse. Nagyon nagy.